Ne, az az, akire gondolok? Ja, ne! Jól láttam. Ne! Végre, hogy újra Szia! Végre! Fussunk a kijárathoz, fussunk a kijárathoz, kacok! Meneküljünk előle, nehogy elkapjon, nehogy elkapjon, nehogy elkapjon, nehogy elkapjon, nehogy elkapjon. Figyelj, mit szeretnél tőlem? Áruld el, könyörgöm. Én bármit megteszek, csak... Ha eljönnél valami vacsorázni. Jó. Figyelj, hogyha eljövök veled vacsorázni, akkor nem fogsz követni? Megígéren? Hát igaziból igen. Oké. Okay. Ja, az még semmiség. Oké. Okay. Elég menő. Lehet, hogy normális, megjavult, hogy van valami izé. Könyveket bele kéne csomagoltatni az órába, hogy elvigyem a plakátod, műkörmöset. Én ebből egy szót nem értettem. Figyú, neked nincsen valami probléma a fejeddel, hogy így... Ja, tényleg a gyógyszer. Van gyógyszered? Bolond vagyok, igen, rájöttem, hogy nem így kéne megszeretnelek, mint ahogy ezt sem gondoltam. Látom, nagyon izgulsz egyébként. Pozitív dolog, úgyhogy ez tök jó, hogy meg akar változni, és van valami, amitől nem lesz bolond, úgyhogy lehet, hogy van benne valami. Valamit szeretnék neked mondani. Igen. Hogy hozzám jössz feleségül? Megjelentek az új Ender Blackista termékek a Trollshopon. Pólók, pulcsik, bögrék, gamer-egérfarok, minden, ami csak kell. Legmenőbb minta a legjobb minőségű termékeken. Link a leírásban. Nem hiszem el, skacok. Eljött ez a nap is, amikor összeházasodunk, skacok. Nézzétek meg, milyen gyönyörű szép smokingot találtam magamnak. Nagyon nehéz volt összeválogatni amúgy, mert volt ilyen fekete, meg olyan fekete, meg amolyan fekete, de nekem ez tetszik. Nézzétek, milyen menőn nézünk ki. Olyanok vagyunk, mint valami maffia húzó. Pár órán belül megházasodok, olyan el se hiszem, skacok, hogy ez megtörténik velünk. Jaj, ki az? Ó, szevasz, fater! Jaj! Szia, fiam! Na, végre jó rád nézni. Ó, köszönöm szépen, itt szép elegánsba vágtam magamat. Tetszik az öltönyöm? Ma nem fogsz gépezni? Ma nem. Ma kivételesen nem fogok, mert elmegyek megházasodni. Örömmel hallom. Hát, megkaptad a meghívót, ugye? Neked legyen nagyobb szerencséd, amikkel. A lényeg az, hogy remélem, hogy szerencsés leszek, ahogy te is mondtad meg. Biztosan gondoltad? Hát, igen, átgondoltam. Szerintem jó döntést hozok, igen. Igen, remélhetőleg. Remélem, fater. Aztán majd szerintem találkozunk a... Aztán eszünk jókat, meg mit tudom én. Csinálunk a dolgokat. Jó van, ne roncsál semmit. Jó van, nem rontok. Jó van. Szávasz. Szávasz. Kíváncsi leszek, hogy öltönybe fog eljönni. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem fog öltönybe eljönni. Addig kicsit lenyugszok, mert tényleg nagyon-nagyon izgulok, skacok, tényleg ennyire meg egyszerűen nem izgultam. Nem, tényleg, úristen, nagyon-nagyon izgulok, hogy mi lesz, meg hogy lesz. Jaj. Kis friss levegő. Ó, már megint ki az, haho? Ó, Halló. Hacker, szevasz, hacker. Most mondja a fedelőt, hogy megházasod. Igen, megházasodok. Neked elfelejtettem küldeni meghívót, mondjuk neked szerintem nem kell, te megtudtad a nélkül is. Hamarabb tudtam, mint te. Gondoltam, hogy megtudtad. Na és milyen ajándékot veszel nekem, na? Pont ezt akarom mondani, hogy most az egyszer, ha tudsz valamit mondani, akkor segítek ingyen. Segítesz nekem ingyen? Tényleg? Aha. Bármiben? Bármit? Aha. Ne. Hey. Arra nem volt szó, hogy belelősz az ajtómba. Az azért 500 arany volt, hello. Köszönöm. Köszönöm szépen. Amire én... A lyukat is belent volt az. Hú, tök rendes vagy. Köszönöm szépen. Mire is vágynék legszívesebben? Azt kérem, hogy mindig egészségesek maradjunk. Ez nekem nagyon fontos. Na, akkor figyelj, ezt nem kiderül. Mi csinálsz, hehe? És figyeld. Mi csinálsz? Gyere, csak közel. Mi? Az egy mentőautó. Aaaaah! De mi? Nem, most ide raktál neki? Hoppa, véletlen tűzoltó lesz. Hát mi? Kaptam a teraszra egy tűzoltóautót, skacok. Nagyon ke... És ezzel mit csinál? Mi a fele? Aztán egészség. Hacker! Na jó van, de találkozunk, fiam. Kiszállok, meghalok, ne! Épp, hogy nem haltam meg. Hova?
ezt a lyukat itt hagyod? Ó, köszönöm, köszi, jó van. Figyeljetek, megkaptam, úgy néz ki az ajándékot. Hát fatától nem is kérdeztem meg, hogy milyen ajándékot kapok, mert szerintem ő nem... nem. Neki az egy ajándék, hogy megjelenik, tudjátok, hát nézzük. Tűzoltó autót kaptam meg, kerti, ez meg van bolondulva, komolyan mondom, komolyan. Jaj, skacok, nagyon bugyog ez a láda. Kérlek, dobjatok egy lájkot, hogy meg tudjatok menteni engem, mert nagyon forró és egy kicsit melegen van az 500 fokos lávától, úgyhogy dobjatok egy óriási nagy lájkot. 3, 2, 1, kérlek, most. Köszönöm szépen, köszi skacok, nagy formák vagytok, kösz szépen. Jaj, mert nem lehet egy kicsit lenyugodni, ki az már megint? Megint te vagy a szekker? Jaj, Noob! Tudj, szevasz, Noob! Szia! De hallottad már, hogy meghívtalak téged is a esküvőmre? Tűzoltó autóm van, igen. Mit hoztál nekem? Hoztál nekem egy kis gazt? Nagyszerű, köszönöm szépen, hozott nekünk egy kis gazt. Happy! Most te boldog vagy, Noob? Na! Kaptunk tőled egy fáklyát is, hú, hát ez nagyon jó ajándék, tényleg van valami... De te most komolyan, most valami Pirika néninek a kertjét felbontottad? Most ez kinek a feje, Noob? Ahó, Noob, a fenét dobál, fejezd már befele! Hát, Noob, ja Istenem, most ez halálkom, hogy elmentél túlélőzni, összeszedtél minden baromságot és idehoztad nekem? Zseniális, de azért valami szép ruhába öltözve, mert egy kicsit mini vagy. Nem földblokkot ne hozzá magaddal, mert összekoszolsz mindenkit, tényleg. Jó, oké, igen, jó, természetes, hogy ide kidobod is. És most mit csinálsz? Most akarsz csinálni, Noob? Aludni? Aludni akarsz most? Mit szeretnél most, Noob, csinálni? Túlélte? Noob! Ja, fel, pont egy székre esett. Na jó, oké. Ma mindenki szétrongálja a házamat, komolyan mondom. Istenem. És még kilátásítsen, mert nem látok a tűzoltó autótól. Jaj, már a lányom, ne hozzávegy valami idiótához. Megnézem én azt magamnak, hogy ki az az idióta? Ki az az idióta? Jaj, ma. Jaj, anyom, hát szevasz, te mit csinálsz? Nézel a kikapcsoló TV-t? Hát nem tudom, hogy kell bekapcsolni, azt hittem, hogy így is izgalmas. Hát így hogy lenni izgalmas? Én tudod, hogy szoktam csinálni? Kiütöm a tévét, és amikor így ki van kapcsolva, ki szoktam vinni ide az erkélyre, és innen szoktam nézni. Mert így legalább, hogyha... Én erre nem gondoltam. Á, igen. Még rá is lehet. Igen, mert hogyha arra nézel, akkor látod a várost, és az úgy érdekesebb, nem? Érted? Meg jobb vagy, kint vagy a levegőn, csak vigyázni kell, hogy le ne essél, mert akkor nem tudom, mi lesz. Szárnyad nős. Igen, erről akartam veled beszélni. Ki az a Black? Megnéztem a YouTube-on, és hát, hogy is mondjam neked, aki ilyen fekete ruhába öltözik. Én azzal én nem jönnék össze. Hát te az. Tuti valamilyen gyíkos. Tuti gyíkos. Fekete ruhában van fehér a bőre. Hát de és akkor még nem jó a piros póló, ha? Jányom, mondjad már meg nekem, hoztam ezt a botot, hogy megneveljelek téged. Jaj, ne. Jányom, csak vicceltem, tudod. Tudod, hogy csak vicceltem. Na, viszont jányom, amúgy igazából azért jöttem, mert amúgy ezt az asztalt elviszem, meg majd aztán találkozunk. Figyelj, apa, igen? Kanapét is, mert legnagyobban. Ja, jó. Igen, ez jó ötlet, mert hogyha vesz neked, akkor jó férj lesz. Ha nem vesz neked új kanapét, akkor viszont rossz lesz. Jó, de akkor már az órát is vittem. Az órát is elviszem, sőt, ezt is elviszem. Mindent vegyen neked újra, ha nem tud újat tenni neked, akkor hát igen. Jó, ezt is elviszem, meg ezt is elviszem, ha nem marad itt sincs semmije. Ha már ott vagy, és pont lefelemész, akkor fizesd már ki a szobámat. Persze, adsz rá egy kis pénzt. Van pénzet, leányom? Hát nem, ott elszokott, ahol fizetni kell a éjszakáért. Figyelj, van egy nagyon jó ötletem, leányom. Szerintem szabaduljunk meg, és akkor nem kell fizetni. Nincs valahol valami. Nézd meg, hogy csinálják a profik. Itt látod az erkét. Nézed erre. Gyere. És itt megvold. Sugrász! Gyere, és így lemegyünk, jó? Tökésbe. Gyere! Jó. Júj, ennyi, így kell lejönni. Hú, skacok, nagyon izgulok. Nagyon izgulok. Látom, már mindenki eljött. Úristen, ott van mindenki. Eljött mindenki tényleg, akit meghívta. Hát, majdnem mindenki. Még a falusiak is eljöttek a falunkból. Jaj, de jó.
Jézusom, már nagyon vártam ezt a pillanatot. Hé, hey, az a pap, akinek fizettem 100 aranyat, te vagy az? Ó! Oh. Na végre, hogy megérkezett. Jó napot! Mi újság, öreg? Ja, na végre kezelem, kikerültem azt, hogy ki legyek fizetve. Ja, de mi az a napszöveg rajta? Ez nem tiltja a izé, papság, vagy nem tudom micsoda? De hogy tiltja, amúgy meddig leszünk itt? Hát de hey, mi az, hogy meddig leszünk itt? Nem azért adtam 100 aranyat, hogy itt izéljünk. Hát addig leszünk itt, ameddig itt leszünk. Miért? Hát ameddig... Na jól, lőhetsz velem egy selfie-t, nyugi. Te ilyen menő pap akarsz lenni, vagy mi a fene? Ja, hogy te TikTokozni akarsz, jó van, gyere, az is mehet. Nem baj. Meg van bolondó be. Na jó van, drágám. Te látom, nagyon... Nagyon lökjétek a témát. Lökjük. Nagyon szépen felöltözsz, tényleg nagyon csinos vagy. Szia! Köszönöm, te is ezért oda tettem magad. Oda tettem, kipacakoltam magamat, az biztos. Akkor ilyenkor... Dupla adag gyógyszert tettem be, hogy minden jól sikerüljön. De nem lesz ez neked nagyon káros? Nem tudom. Oké, remélem, hogy nem bolondulsz meg addig. Na jó, akkor... Én is tettem gyógyszert. De mi a fene? Ki ez a pap? Te, hallod, te ismered ezt a papot egyáltalán? Nem láttad? Láttad valahol? Te hívtad. Hát mi az, hogy én hívtam? Te mondtad nekem, hogy én hívjam fel őt, mert apád meg anyád is ő adta össze, és hogy ő nagyon jó. Na jó, van, lesz ma még valami? Na jó, lesz, jó, oké, nagyon siet valamiért, na jó. Akkor kezdjük el szerintem. Na jó, van, hogy is volt, várjál, mert most kicsit nem hittem is, amire kell. Mi a fene? Szentlélek meg az izé nevébe. Fogadjátok, hogy hűségesek lesztek, kimondjátok őt. Várj, ott hagytam a gyűrűt egy pillanat, másodperc. Mi a fene? Ne. Oké, itt vagyok, jó, hát figyelj, csak egy pár percet késtem, semmi probléma. Semmi baj, igazából ez a szerződésünk szerint plusz 100 arany egyébként. De semmi baj, folytassuk. Oké, folytassuk itt a gyűrű már, nem minden király. Jó. Akkor fehér ruhás nőt, hozzá akarsz menni ez a pancsárhoz, aki ott hagyta a gyűrűdet. Milyen pancsárhoz? Álljon már meg a... Igen. Oké. Na, aki valaki valami ellenvetése van, az szóljon most, vagy hallgassék örökre. Hey, de engem meg se kérdeztél, hogy mi a fene? És te pancsárhoz akarsz menni ez a fehér ruhás nőt? Te vagy a pancsár! És igen, hozzá szeretnénk venni. Valakinek van valami ellenvetése, ha nincs, akkor hallgassék. Itt a gyűrű, tessék, húzz fel az ujjadra. Na! Hé, mi a fene? Azért ahhoz lenne, hogy mindegy kis ellenvetésünk. Micsoda? Ne! Hero Brian! Mit keresel itt? Ne! Tűnj el az esküvőről! Most megfizetsz! Nee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